Samu, és egyébként téged a gépészet érdekel? Samu. Samu. Ja. Látom, érdekel. Van nekem egy unokaöcsém, Samu. Samu ugye kisebb nálam. Nem úgy, hanem hogy fiatalabb. Meg egyébként is egymagas velem. De nem ez a lényeg. Szóval Samu éppen pályaválasztás előtt áll. Hát most éppen ül. Most megint áll. Szóval arra gondoltunk, hogy meglátogatunk egy pár iskolát, hogy felmérjük a terepet. Hol és milyen szakmákat lehet tanulni, meg egyébként is Samu előtt milyen jövőkép van, hiszen van egy gimnázium érettségie, jövőképe meg ugye hát az akad. Eleme sok minden foglalkoztatja és érdekli őt. Szóval Samukám, terem szemlére fel! Milyen tiszta az ég ma. Igen, most jó idő van. Igen. Odakint már mindenki alszik. Kávét nem kértek? Nem, köszönöm. Köszönjük szépen. Ott a házunk. Nem vagyunk sehol távol, itt vagyunk most Csepelen, a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Kossuth Lajos két tanítási nyelvű technikumának a tanhangárjában, ahol rendelkezésre áll a légijármű karbantartó képzésére egy szimulátor. Ez a szimulátor, ez egy Airbus A320-as repülőgépnek a pilótafülkéjét szimulálja. Itt tehetjük azt, hogy a világ bármely pontjára el tudjunk jutni virtuálisan, de ugye nem erre van főleg kitalálva ez a dolog, hanem arra, hogy a légijármű karbantartóink, a légijármű műszerészek és a légijármű szerelők megismerjék, hogy hogyan is kell kezelni ezeket a repülőgépeket karbantartás közben és a rendszereiket. Ez mennyibe kerülne, hogy mi most itt ülünk és repülünk és szimulálunk? Ugye itt ketté kell választani a költségeket. Van egy költség a szimulátornak, ami 50-60 millió forint, de a képzés költsége az viszont nulla, mert hogy aki első szakmát szerez ebbe a technikus körbe, annak ingyenes a képzése. 25 éves korig nappali tagozaton lehet tanulni, utána pedig estén. Ez itt micsoda? Ez egy üzemanyagszelep, ami nagyon érdekes, mert hogy ez látja el ugye üzemanyaggal a hajtóművet. Hát ez csoda jó. Hát imádja ezeket. Imádja a helikoptereket, meg a repülőgépeket gyerekkora óta. Akkor neki mondjuk ez egy érdekes életkép lehet? Vagy igen, ez egy nagyon érdekes életkép lehet, ami akár élethosszíglan tartó tanulásra is ösztökélheti az embert. Itt nálunk kétféle lehetősége van. Van egy autós területünk, egy repülős területünk. A repülős területünk az az országban egyedülálló. A repülős területen a légijármű műszerésztechnikus és a légijármű szerelőtechnikus szakmát tudja elsajátítani. Műszerészek foglalkoznak a műszerekkel, a különböző mérőberendezésekkel a repülőgépeken, az elektromos dolgokkal, az elektronikus dolgokkal, a szerelők meg a mechanikus dolgokkal, de sajnos nekik is meg kell tanulni az elektromosokat is, mert hogy bizonyos körbe föl vannak jogosítva ezeknek a karbantartására is. Tehát a tanulóink nagy része, főleg második évfolyamon, folyamatosan kim van duális képző partnereknél, ahol elsajátítja a legkorszerűbb légijárműveknek a karbantartását. Pilóták nem tudnának repülni, hogyha ezek a karbantartók nem tartanák olyan szinten a repülőgépeknek a műszaki állapotát, és ugye ennek a szintnek a tartásához megfelelő felelősséggel kell nekik bírniuk, mert hogy ugye felelősséget kell vállalni az elvégzett karbantartási tevékenységért, ezért meg is fizetik őket, főleg a szakszolgálati engedélyeseket fizetik meg az egyes cégeknél, mivel rajtuk van a legnagyobb felelősség. Ez pedig egy 254-es repülőgépnek az eredeti műszerfala, középen a radarberendezéssel, itt meg a fedélzeti mérnöknek a műszerfala látható. És ez a medicinlabda, ez itt micsoda? Ez a fekete doboz a repülőgépnek. Narancsárga és gömb alakú, de fekete doboz. Ez van. Na hát akkor Samu, átadom az irányítást, mostantól tiéd a gép. Jézus, életveszély. Ugye? Na ráadásul nem is akármilyen gép ez. Kezdve ez egy csempész helikopter. Ez egy Mi-8-as helikopter, amit csempészektől foglaltak le. Arany csempésztek Ukrajnából ide Magyarországra is. Úgy kapta meg a mi centrumunk, hogy tudjunk rajta oktatni. Gépészeten belül is nagyon sok mindent lehet tanulni. A lényeg az, hogy érettségi után két szakmát ingyenesen. Tök mindegy, hogy mit tanálsz ki. Nyilván itt nálunk egy csomó minden van, de a lényeg az, hogy nem kell érte fizetni, és nagyon sokszor még rövidített is a képzés. Például van egy képzés, ami 2 éves lenne, de te simán el tudod végezni az új rendszerben 1 év alatt. Na, Samukám, egy ilyen nap után azért vannak szép kilátásaid, nem? Szinte a fellegekbe járok már. Na, csak most ha menni kéne, jó, gyere! Ne, légy még egy kört! De menni kell, annyi lehetőség van még tényleg. De jó? Még kicsit, talán. Jó. Akkor majd jössz!